Hatalmas füstre lehettek figyelmesek hétfőn a Felsővárosban és a Vécsei völgyben élők, ugyanis kora délután a Borsics János utcában kigyulladt egy ház melléképülete. A konyha, aztán elültünk, éppen késői ebédet tartottunk, ebédeltünk, és egyszer csak egy nagy robbanás, arra azt tapasztalt, nagy robbanás. Még ott viccelődtek, hogy mi okozta ezt a robbanást, jöttem ki a szobablakba, és akkor már egy hatalmas füst volt. Utána nyitottuk ki az ajtót, hogy a kocsik beálljanak, mert a kocsik nem tudtak megállni, mert akkor már kint volt, egy rendőrautó már kint volt, és utána jöttek ki a tűzoltók, meg az összes többi rendőrautó is. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók vonultak két gépjárművel és egy vízszállítóval, valamint riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. A lánglovagoknak azonban nem csak a melléképületben égő gépjármű eloltásával és a gázpalackok kimentésével kellett megküzdeniük, a tűz ugyanis két lakóház tetőszerkezetére is falára is átterjedt. Szerencsére azonban senki sem sérült meg. A tető védelmére szereltek sugarakat, 4 C-sugár, 2 gyors beavatkozó működött. Kérkezés előtt egy 11,5 kilós PB palack felrobbant, valamint tűz hatásának lett kitéve egy acetilén palack. Ezt a melléképületből kihozták, majd a rendőrség munkatársai kilőtték.